Csehország magyarországi nagykövete, valamint a cseh polgármesterek és önkormányzatok szövetségének képviselői látogattak el Hévízre, hogy tájékozódjanak az együttműködés lehetőségeiről. Ezek egyike összhangban a városi önkormányzat korábbi törekvéseivel és küldőpiac bővítési szándékával a turizmus területén kínálkozik. 5-8-10%-os emelkedést ö, regisztrálhatunk éves szinten a cseh piacról érkező vendégek számába. Ennek volt egyik része például, hogy Prága és hévíz Balaton Airport között volt egy járat, amit most utoljára nem tudtunk realizálni a turizmus különböző változásai miatt is elsősorban az orosz piacnak volt erre ráhatása. De hát ezen továbbra is dolgozunk, tehát a cseh nagyon jó viszonyunk van. Így nagykövet úr is már járt nálunk többször, és ő is egy csomó olyan ötlettel állt elő, hogy hogy tudnánk ezeket a kapcsolatokat erősíteni. És ennek egy fontos lépése, azon túl, hogy Kárló Ivári polgármesterével már egy évvel ezelőtt találkoztunk személyesen náluk, és egy következő lépés, hogy most az a cseh delegáció, amelyik Magyarországra érkezett, több polgármester van itt, ez egy polgármesteri vagy települési Szövetségéről beszélünk, aminek egyben Kálovári polgármestere az alelnöke is, és hát így érkeztek ide hozzánk, hogy még jobban megismerkedjenek Hévízzel, mint turisztikai destinációval, mint leendőbelül belül együttműködő partnerekkel az élet különböző területén lehetségesek ezek az együttműködések. A cseh és a magyar települések közötti kapcsolatok kialakítása és bővítése Csehország számára is fontos cél. Ez egy priorita nekünk. Most a V4-es elnöksége van a Csehországnak, és ez az egyik prioritásunk, de lehet mondani, hogy már minden több és több magyar, magyar városok vagy faluknak van testvéri kapcsolat a cseh és cseh falukkal, és mi támogatjuk ezt nagyon. A látogatásunknak kettős célja van. Egyrészt a szövetséget képviseljük polgármestertársaimmal, akikkel azért szeretnénk dolgozni, hogy tovább építsük a korábbi kapcsolatokat. A másik célom fő polgármesterként az, hogy a Hévíz és Karló Vivari közötti együttműködés lehetőségeiről tárgyaljak. A két gyógyhely között úgy gondolom számos kapcsolódási pontot fedezhetünk fel. Mivel mindkét város rendelkezik ivókúrára, illetve különböző kezelésekre használható gyógyvízzel, ez lehet az együttműködés egyik területe Kárlovivari és Hévis számára. Létrehozhatnánk egy közös projektet, melyben a vendég tíz napot Karlovivariban, tíz napot hévizen töltene, hiszen a két gyógyhely szolgáltatásai kiegészítik egymást. Részt vehetnénk továbbá közös balneológiai kutatásokban is, melyek a városaink fejlődését szolgálnák és feltárnák a gyógyvizeknek az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatását. A balneológia területén, a kutatás területén lehetne együttműködni, ugye számos határon átnyúló pályázat, Európa Uniós források vannak erre, ez egy fontos, számunkra is nagyon fontos, és hát ezen túl természetesen a turizmus önmagában, akár, akár a tapasztalatok, a piacokon tapasztaltak kicserélésétől a különböző ötletekig, és hát ugyanúgy, mint a hagyományos testvérvárosi településeknél a kulturális, a sport területén való együttműködés, nem biztos, hogy ezek testvérvárosi szerződésekben realizálódnak, hiszen erre Hévíz azt gondolom, hogy jó példa, hiszen jelen pillanatban is fut három olyan projektünk, akár ö, osztrák, német partnerekkel, vagy szlovák partnerekkel, ami nem ebbe realizálódik, hanem egy határon átnyúló pályázatba, kifejezetten egy projektbe, ez legyen turisztikai projekt, legyen kutatásterülete, legyen közlekedés, ugye erre kapronca és a hebi rendszer kialakítása nagyon jó példa. Tehát én azt gondolom, hogy számos ilyen fontos és jó lehetőség van, és hát az a kapcsolatrendszer, amit mi kialakítottunk és folytatunk most Csehországgal, azt gondolom, hogy ez is oda vezethet, megismerik Héviszti még jobban, újabb piacokon, és újabb lehetőségeket tudunk kiaknázni.